Benjivel 3 hetet az erdő közepén töltünk egy erdei iskolában sok-sok gyerekkel. Benji nagyon türelmes kutya, és élvezi, hogy az erdei iskola kertjében van lehetősége sokat mozogni póráz nélkül. De mi a helyzet az erdővel? Hiszen nem olyan rég számos tragikus esemény történt, ahol az erdő területén vadászok házi kedvenceket lőttek le félreértés miatt. Így most összeszedtem pár dolgot, hogy mire kell figyelni, ha kedvencünkkel az erdőben sétálunk. Fontos, hogy mielőtt kiválasztjuk az erdőt, győződjünk meg róla, hogy a hely, ahová megyünk, vadászterület vagy természetvédelmi tájegysége, és milyen különleges szabályok vonatkoznak rá. Mivel a kutyusok megzavarhatják a vadakat, akárcsak véletlenül is, nagy kárt okozhatnak. Felzavarhatják a költőmadarakat, vagy kiáshatják az ürgéket, ami nagy veszteség az erdővilágában. Valamint az erdőben túrázók nyugalma is egyaránt fontos. Pórázzal vagy póráz nélkül? A törvényen nehéz kiigazodni, de a jelenlegi állás szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen, a vadászkutya és a trifla kereső kutya kivételével póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el. Így ha a kutya vadat űz, akkor a vadászt lelőheti, persze ez csak akkor lehetséges, ha vad sérelme máshogy nem kerülhető el, és a gazdi nem látható. Talán nem is ennek kéne lenni az első megoldásnak, de a lényeg, hogy megtörténhet. Így a villogós nyakör vagy a láthatósági mellény egy ilyen óvintézkedés lehet. Mi a nyakör nélkül, ha lemegy a nap, ki sem mozdulunk, még a kertben sem. És ha már védelem. A kullancsok és szúnyogok a kutyára éppor veszélyesek, szóval cseppek és nyakörvek elő. Nektek mi a kedvenc kiránduló helyetek? Írjátok meg kommentbe!